Sziasztok! Sziasztok! Ígértük, hogy visszatérünk, és boccogatni fogjuk a CNV-vet a Cambiumnak, az AY8211AY alapú Terragráf technológiát is magába foglaló új multipont megoldását. Azért mondom, hogy új, mert igaz, hogy kim van rég, de most új verziók jelennek meg, amit majd részletesebben taglalgatni fogunk. Vágjunk bele! Attila megint itt van velünk. Mit kell elmondani alapesetben ezekről az eszközökről? Attila. Szép, nagy, nehéz, fémből készült eszközökről beszélünk. Nem igaz, ez egész pit, cuki. Ez konkrétan cuki. Annak is a jelentős része olyan, hogy van egy ilyen kis rádió, amit ráragasztottak egy gigantikus nagy hűtőbordára. Tehát egyébként tényleg? Azt mindenképpen el lehet mondani az eszközökről, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ipari, telkó, kiviteli eszközökről beszélünk, amit arra terveztek, hogy ezek éveken keresztül kint szolgáljanak, és ha hideg van, akkor fázunk, meleg van, mindent bírnak. Tehát bődletes méretű, nagyon-nagyon robusztusan megtervezett eszközökről beszélünk. Öntvények mindenhol. Láthatóan itt nem arról volt szó, hogy hova tegyünk még egy kis műanyagot. Ha műanyagot tettek az eszközbe, annak célja van, azon át kell hatolni a rádióeleknek. Mit lehetne még elmondani róla? Hát ez egy 64 bites ARM processzorra épülő, többmagos processzorra épülő rendszerről beszélünk. Valóban Terragráf kompatibilis rendszer beszélünk, ezt egyébként a Cambium hirdetés a weboldalán és meg az összes anyagban. Tehát ő is része a Terragráf programban résztvevő gyártók egy csapatának, és mint Terragráf kompatibilis eszköz egy csomó érdekes dologgal bír. Tehát a klasszikus pont-pont megoldásokon túl még ugye multipont megoldásokra is tökéletesen használható. Ráadásul ugye bele van minden olyan okosság, ami a Terragráf rendszerből beleszületett az elmúlt néhány év során. Tehát a mesh hálózatban van egy saját fejlesztésű, a Facebook által fejlesztett OpenR nevű routing protokoll, ami irányítja a vezeték nélküli hálózatban a forgalmat, hogy éppen hogy legyen. Ez hál' Istennek ügyes, mert függ attól, hogy milyen moduláció van éppen két rádió között, annak megfelelően tudja terelgetni a forgalmat, hogy a lehetőség szerint mindig a legoptimálisabb úton menjen a forgalom a hálózat két végpontja között. 60 GHz-es eszközökről beszélünk, relatív nagy sávszélességről, ami már rendelkezésre állt az AD-s szabvány esetén is, tehát 2 GHz-es csatornáknál abszolút multigigabit. Igen, de itt ugye csatornákat össze is tudunk fogni. Hát ettől már mindenképpen több is. Tehát két csatornát össze tudunk fogni, és akkor az rögtön kétszer akkora sávszélességet jelent majd. Rádió szinten feltétlenül, utána nyilván annak megfelelve, hogy mi van az eszközökbe belülre beépítve, mint forwarding engine, meg a benne lévő operációs rendszer mire képes, mint packet forwarding képesség, annak megfelelően ezt majd valamilyen léptékben fogjuk tudni használni. Van nekem egy kedvenc szoftverem, úgy szoktuk írni, hogy bináris sét, a Beamworknak hívják, és azzal le lehet tölteni ezeket a szoftvereket, és meg lehet nézni, hogy mi van benne, szépen kibontogatja, és akkor lehet látni, hogy amikor a gyártó a kezünkbe adja a szoftvert, amit letöltünk a weboldaláról, a Cambium esetében most az 1.1 akárhány a szoftver, tehát ez az egyetlen egy release van, ami elérhető az eszközhöz, akkor azt szépen szét lehet bontogatni, és meg lehet nézni, hogy mi van belül. És akkor utána kiderül, hogy bizony, ebben a Qualcomm-nak a QC-a a 6436-os rádiós baseband-je van benne, ami a 60 GHz-et tudja csinálni. Erről annyit kell tudni, hogy ez már AY-kompatibilis. Ez is annak a közös munkának, a Terragráf program közös munkájának az eredménye. Ilyen csípre épül gyakorlatilag azóta már több gyártónak is megoldása. Várhatóan még egy másik Magyarországon forgalmazott gyártónál is nem sokára megjelennek ezek a megoldások. Mitől jó ez? Hát attól, hogy AY-os, tehát innentől kezdve az összes okosság, amit a Terragráf Mac-en fájérben tapasztalunk, van TDD-nk, van TDMA-nk, tudunk egy teljesen egy frekvencián működő hálózatot építeni, ahelyett, hogy a béna, CSMA, CA, a MIDI Access-t használnánk, ahelyett az intelligens, Terragráfban specifikált ilyen TDD, TDMA, MIDI Access-t használunk. Egyébként itt arról beszélünk, hogy 50% transmit és 50% receive idő van, amit a nódok utána egymás közt szétosztanak, hogy amikor kommunikál valakivel, akkor a fixen van állítva, hogy 50%-ban csak transmit van, és a másik hallgat, és a másik, illetve fordítva, amikor ez a kommunikáció visszafele történik. Szinkronizált hálózatról beszélünk, a disztribúciós nódokban találhatunk GPS vevőket. Ez biztosítja azt, hogy az egész hálózat szépen egyszerre járjon. Ugye
nagyon nagy pontosság szükséges ahhoz, hogy ilyen nagy frekvencián mi ezt a kommunikációt megbízhatóan tudjuk csinálni. Szinkronizálva. Nyilván a kisebb nódok esetén, a kliens eszközöknél mondjuk az 1000-es, V1000-es, ilyen pici kis, nem tudom, hát nagyméretű szappantartó, vagy szivacs, talán az lehetne hasonlítani a méretét, abban nem fér el a GPS, ő a vezeték nélkül linken keresztül szinkronizál a bázisállomáshoz. Uh-huh. Egyébként a más kambium megoldásoknál is mindig csak a bázisok vannak összeszinkronizálva, a kliensek azok meg a bázisokon keresztül. Beszéljünk egy kicsit a hardverekről. Milyen antenna is van a szektor antennában? Tehát milyen nyílásszöge van egy ilyen nódnak? Ez a nód egy önmagában le tud fedni körülbelül ilyen 180 foknyi területet. Tehát ezt mondjuk, ha szeretnénk egy 360-as lefedettséget csinálni egy 60 GHz-es rendszer, akkor két ilyen nódot kell egymás háta mögé tenni, és akkor nyilván középen van az oszlop, amiről rögzítjük, ebben két szektor van, az egyik oldalt és meg a másik oldalt is. Tudom, nem emlékszem pontosan, de talán ilyen 70 fok környéki a látószöge egy szektornak. Igen, vagy... 270 fokot mond a kambium arra, hogy két eszközzel mit tudunk pontosan megcsinálni, és ugye ennek a fele-fele van benne, ugye akkor egy-egy szektorban. Akkor ide kapunk, mert itt van egy SFP plusz portunk alul, akkor ide kapunk mondjuk 10 gigabites optikán betápot. Így van. És utána ezt mi el tudjuk kezdeni szépen disztribútálni az 5000-es nóddal, a két szektorával, vagy más nódoknak, vagy már eleve a kliens eszközöknek. Maximum kliens szám az 30, ugye? Így van, 30 kliens. Tehát a szektoronként 15 klienst jelent gyakorlatilag, de elképzelhető, hogy meg lehet azt oldani, hogy egy szektorra mégis több van, mert emlékszem egészen konkrétan ez hogy van összehozva a rádiós oldalról. Hát az biztos, hogy az egész nódból egymagában ki fog jönni a 30 kliens csatlakozás, és nyilván, hogyha ha csökkentjük a kliensek számát, akkor van lehetőség, hogy további nódokat is használjunk Tehát maga a mesh létrehozására, fenntartására, akkor más disztribúciós nódok is csatlakozhatnak. Azok ugye elveszik a kliens számot lényegében. És a sávszélességet is. Tehát ugyanaz az airtime-ról azért ugyanúgy beszélünk, tehát nem nincsen semmilyen féle mágia, van az adott időintervallumra rendelkezésre a rádió sávszélesség, és utána ezt tudjuk a kliens eszközök, illetve nem mi tudjuk, hanem tudja a benne lévő operációs rendszer, a kliens eszközök meg a további bázisok között kiosztani. Tehát nyilván egy bázis felé nagyobb airtime-ot fogunk majd allokálni, mint mondjuk a kliensek felé, hiszen sokkal nagyobb a valószínűség, hogy a backhaul hálózaton több adatforgalom jön, mint az egy szem klienstől. De lehet ezt nagyon érdekes setupokban is használni, tehát a pont-pont, a multipont, és közötte van a pont-multipont állapot. A pont-multipont állapotban, amikor tényleg optikával megtávolunk egy ilyen bázist, és utána körülöttem vannak a kliensek, és készen vagyunk. Amitől ez ugye izgalmas egy kicsit, hogy a klasszikus teragráf modellben történő kommunikáció, ez egy ilyen mesh hálózat volt. És a mesh hálózatban volt külön egy kontroller eszköz, az az end-to-end kontroller, meg volt mellette egy NMS. És az NMS az irányította az end-to-end kontrollert, az end-kontroller pedig irányította a különböző nódokat a hálózatban, azzal lehetett létrehozni közöttük a linkeket, ezzel lehetett megmondani, hogy akkor most te ezzel veszélj, te hozzá fog majd a nem tudom milyen kliens csatlakozni. Amikor egy ilyen pont-multipont setupunk van, akkor effektíve az nem igazán mesh. Tehát ez, akkor nem is feltétlenül szükséges ez a bonyolult képesség kívülről. Ilyenkor a benne lévő, tehát ez az egész end-to-end kontrollnek van egy ilyen icipici kicsinyített más, ami benne is tud futni az eszközben, és akkor ilyen self-contained formában ő elintézi ezt az összes dolgot, nincsen hozzá arra szükség, hogy külön valahol a távolban, vagy éppen a felhőben valahol fusson egy ilyen end-to-end kontroll, és irányítja az egész hálózatot, hiszen a hálózatunk nem áll másból, mint egy nódból, meg a hozzá tartozó kliensekből. Tehát ez mindenképpen érdekes, hogy ez egy kicsit más setup. És ugye minden fölött a kambium esetén ott van a minden tudó CN Maestro, ami utána irányítja a Wi-Fi-t, meg irányítja ezt a 60 GHz-es cuccot, meg ezeknek az közös életét is tudja irányítani. A CN Maestro alá ugye bekerülhetnek ezek a pont-multipont megoldások, bekerülhetnek a pont-pont megoldások, meg a mesh megoldások és a saját kis standalone a kontrollereikkel, amik valahol futnak, és utána a CN Maestro keresztül meg tudja az egészet irányítani. Amit úgy neveznek, hogy a kambiumnál, hogy single pane of glass. Ez a CN Maestro-nak van egy ilyen neve náluk ott bent, hogy egy felületről tudom vezérelni akár a multipont hálózatomat 60 gigán, akár a mesh hálózatomat 60 gigán, akár a wifi-met, akár az otthonokban, ami végül egyébként ugye a multipont hálózaton keresztül betáplálódik az internet az otthonokba. Tehát egy ilyen egységes felületen próbálnak mindent megoldani. Többek között ugye egységes firmware upgrade-eket, firmware tesztekre van lehetőség.
Hát ezt ugye mindenki ismeri, erről nem kell feltétlenül túl sokat beszélni. Ó, de még van egy érdekes dolog, amiről érdemes beszélni. Na. Van a CN Maestro, az egy nagyon szép termék, de a CN Maestro-nak van ám egy API-ja. Tehát, hogyha ezt mondjuk egy ilyen nagyobb méretű szolgáltató elkezdené használni, nem biztos, hogy a klasszikus provisioning input és output módszerek, mint az operátornak a két szeme, meg a kicsi keze az egérrel, az megfelelően skálázható. Ezért ezt az egész CN Maestro-t lehet programból irányítani. Tehát az API-on keresztül létre tudok hozni nódokat, létre tudok hozni linkeket, le tudok kérdezni mindenféle paramétert, sőt, el tudom indítani a software upgrade-t a különböző eszközökre, tehát ezt lehet egy automatizált hálózat részeként is deployolni, ami mindenképpen érdekes, mert ilyet azért ritkán lát az ember ebben a kategóriában. Hát főleg ugye nagy telkóknál a provisioning rendszerek alá bevonhatóság az tulajdonképpen alapvető nagyon kritérium. Tehát anélkül hozzá se nyúlnak, hozzá se szagolnak, hogyha nem lehet integrálni az egyéb más nagy hálózatokat összefoglaló provisioning rendszerük alá. Jó, beszéltünk a 5000-esről, beszéltünk egy picit a kis testvérről, az 1000-es nódról. Ez ugye, azért azt tudni kell, hogy ez gigabites maximált sávszélességű LAN-port által maximált sávszélességű kliens. Egyébként rádiós layeren azért ez is tud valami 3 gigabiten kommunikálni. Többen tud, többen, mint az 1 gigája. Igen. Természetesen. Tehát ha csak azt nézzük, hogy a modulációs sémában még tudunk összeállni, de MCS8-szor azért már ilyen 2 giga környéki rádiós sávszélességről beszélünk, és itt föl tudunk menni MCS10 vagy 12-ig, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Mennyi a báziskapacitásunk? Hogyha mindent ideálisan most kiveszünk a képletből, tehát mindenhol a legjobb modulációval és sávszélességgel tudunk garázdálkodni? Hát közel állunk a 10 gigához azért, elvileg. Aha. Tehát a két szektoron, mind a kettő szektoron mondjuk csinálunk channel bandingot, ott akkor egy ilyen 8 giga környéki rádiós sávszélességet ki tudunk hozni. Szóval utána ebből ugye mennyit tudunk ténylegesen majd a forwardingon keresztül futtatni, ez egy másik kérdés. Ne felejtsük el, hogy itt a mesh hálózatot is kiszolgáljuk ebből a sávszélességből. Tehát, hogy az a sávszélesség, ami a kliens oldalon generálódik, az a sávszélesség megjelenik még több nódon keresztül is akár. Azt a sávszélességet is csökkenti, ami mondjuk két távolabbi 5000-es nód közötti kommunikációban ő megint beleszámolódik többször, tehát... De hát rögtön el kell feleznünk az egészet, tehát 50%-os TDD-ről beszélünk, tehát a rendelkezésre rádiós sávszélesség az sajnos a transmitre és a receive-re is el fog menni, tehát ennek a felét fogjuk tudni biztosan élvezni, de hát már az is egy ilyen nagyon jelentős szám. Ezt tudja a rendszer. De a 10 gigabit így is úgyis jól hangzik. Tehát, hogy abszolút. Nagyon jól néz ki. És akkor ezzel azt mondja a Cambium, hogy 1 kilométert lehetne megoldani, ezt, hogyha finomítjuk, akkor néhány száz méterig. Néhány száz méterig, aztán biztosan. Tehát elképzelhető, hogy a sivatagban. Igen, itt a magyar viszonylatokra érdemes ezt tulajdonképpen valahogy lefordítani, ahol azért vannak durva esők, hószállingozás, nem tudom mi minden, ami még ugye gátat szab a 60 GHz-es rádiójelnek a útba érkezéséhez. Tavak fölötti pára. Például az különösen problémás. Szóval számoljunk pár száz méterrel a kicsivel. Az a jó hír, hogy ez a pont-pont megoldásra is felhasználható berendezés, ennek két verziója létezik, értelemszerűen kliensként bevonható a bázis alá, és akkor nagyobb távokat meg tudunk csinálni. Ennek van ez, amit itt láttok, ez a 44,5 dB-s antennás felszerelése, de mi lévén, hogy ezt ki lehet cserélni, ebből van egy kisebb antennánk, egy 40,5 dB-s, ebből adódóan az meg egy kicsivel kisebb távra, de mégis nagyobb lehetőséget ad az ISP kezébe, hogy most éppen hova melyik ideális méretű eszközt rakjuk fel, mert ez jó nagy, ez nem biztos, hogy minden házra engedélyt kap, hogy feltelepüljön. Hát nem kicsi, meg hát ez szélterhelést is jelent. Tehát azért vegyük figyelembe, hogy ez itt fémből van, tehát ha itt egy komolyabb szél belekapaszkodik, akkor emögé kell egy olyan infrastruktúra, ami ezt meg is tudja tartani. Egyébként sem könnyű. Ahol mi. Ez abszolút pont-pont linkre van kifaragva. Igazából nincs is túl sok értelme egy ilyen klasszikus bázissel együtt használni, hiszen itt őrletes nagy gainünk van, ott meg ugye nincs. Tehát ezt a kettőt nagyon nehéz lenne összepárosítani. Valószínűleg egy picivel messzebbre menne, mint a kis méretű V1000-es nód, de amennyivel többe kerülhet ez az eszköz, valószínűleg nem éri meg ilyen környezetben használni, ez pont-pontra van kifaragva, ideális esetben 4-5 kilométert is át lehet vele hidalni. Azért az is szép, egy gigás sávszélességgel. 60 gigánél még nem láttam. Hát mérések vannak róla, hogy akár még többet is tud ezt csinálni, de nyilván ezeket a méréseket mindig olyan helyen csinálják, ahol jól lehet ezeket a számokat kihozni. Hát a űrben. Se eső, se semmi. Az űrben egyébként tényleg nagyon jó, meg levegő sincsen. Még egy apró megjegyzés. Ezt, amit elmondtál, ezt érzi a Cambium is, és ebből adódóan
tudva lévő már azért, hogy jön a kettő kliens közé egy megoldás, ami ezt a gapet tulajdonképpen próbálja majd betölteni a nagyon nagy, meg a nagyon kicsi kliens között. Meg ugye a kialakítás, amit mondott Attila, az is teljesen egyértelműen igaz, hogy nem ideális házak tetejére ilyet rakni, ezért jön majd ebből egy nagyobb testvér várhatóan. Most nem tudom, hogy ez csúnya. Most nem szép. Hát nem túl szép, na, de hát... Ha választani kell egy ilyen kisméretű rádió között, vagy emögött a sílesikló pálya között, akkor inkább azt mondja az ember, hogy azt a kisebbet szeretné. Igen, eleve azért furam, hogy az antenna fej az alul helyezkedik, tehát teljesen... Jól mondom? Igazából fölül van, tehát rendesen ez így áll, ez ilyen szép, igen, ilyen nagyon furcsa, mint egy flamingó virág. Igen, igen, így jó, a logó is rajta, igen. Tehát nem egyszerű darab, de hát ha arra van szükség, hogy több kilométert áthidaljunk relatív nagy sávszélességgel, hát az arra tökéletesen, igen, alkalmas. Tehát ez egyébként nagyon nem egy lakossági eszköz. Nagyon jó ki tudja szolgálni egyébként az, hogyha ilyen pontpontokkal építjük meg a mesh hálózat esetleg távolabbi pontjait, ahol a 5000-esek nem látnak egymásra. Ami érdekes egyébként ez a V5000-es nóddal kapcsolatban, hogy a Cambiumnak, ahogy fejlesztette, lehetett látni, korábban is voltak ilyen mindenféle bemutatók, hiszen ez nem egy új dolog, amiről beszélünk. Ott nem ez a fajta setup volt régen, hogy két darab szektornál egy nód, hanem ilyen standalone nódok voltak, és a standalone nódokat meg egy ilyen switch fogta össze. Ez kicsit hasonlít arra, mint amilyenek mondjuk az első teragráf eszközök voltak, amivel építettük a pilotot Mike Budán meg Márkon. Tehát ott is különálló szektorok voltak, amik össze voltak fogva. Uh-huh. Volt egy elsődleg, egy primary szektor, meg voltak secondary szektorok, és akkor azokat össze lehetett kötni ilyen kábelek, azon keresztül volt a táplálás és az alatt kommunikáció. Az első Cambium modellekben meg az volt, hogy voltak a külön szektorok, és volt egy ilyen nagy kapacitású 2,5 gigás PoE switch, ami ellátta őket árammal, meg megoldotta a kettő között a kommunikációt. Na most ezeket akkor egybe ültették. Az abszolút így egybe van építve, és nyilván amikor mi szeretnénk nem 180 fokot lefedni, hanem majdnem 360 fokot lefedni, akkor nincsen szükség switchre, hiszen összekötjük a két nódot, és el van intézve a dolog. Tehát az teljesen jól megvalósítható. A kettő közötti kommunikáció így meg is van oldva. És ez is egyébként abban az irányban mutat, hogy látható, hogy teljesen ellene megy annak a klasszikus telkó hálózatépítési dolognak, hogy itt mindenféle van egy rádiós antennánk, azt kábellel összekötjük valamiféle disztribúciós megoldással, hanem itt arról van szó, hogy arra van tervezve az egész, hogy ezt így felrakjuk, ha még egyet fel kell raknunk, akkor se kell semmi más egyéb infrastruktúra, csak az áramra van szükségünk, meg ha kábeles betáp van, akkor azt kell még valahogy oda vezessük. Azért ez nem csoda, tehát itt nem feltétlenül az áll mögötte, hogy milyen nagy áttörő ötlet volt az, hogy ezt most szakítunk ezzel a dologgal, hanem van ez a fránya fizika, meg az, hogy a 60 GHz-et kábelen nagyon-nagyon kevésre, kicsi távolságokra lehet elvinni, míg mondjuk a giga ethernetet, meg a 10 giga ethernetet, meg a 100 giga ethernetet nagyon messzire lehet elvinni. Tehát teljesen logikusnak tűnik, hogy a rádiós részt a lehető legkompaktabbból, a basebandre szinte ráragasztva az RF stage-et, hogy a lehető legkisebb jelveszteségünk legyen, hiszen egyébként is ugye ez olyan sáv, ami nem annyira jól terjed, szabályozva is van valamilyen formát, nem tudunk ész nélkül sugározni, úgyhogy minden icipici kis decibelt ki kell facsarnunk abból az eszközből, és a saját hasznunkra kell hozni, ezért oldották meg ezt a lehető legkompaktabb módon az eszközön belül, utána a két eszközt meg össze tudom kötni egy SFP DAC kábellel, vagy valami hasonlóval. És ez kéz a kézben van azzal a céllal, amit a Terragráf jelent, meg akar, hogy gyorsan telepíthető hálózatot akarunk adni a telkó cégek kezébe. Mm. Tehát ebben a technológiában tényleg az is benne van, hogy adott esetben a kliens oldali rádiót az ügyfél teszi föl, hiszen nem egy bonyolult, nem nehéz, nem igényel semmiféle nagyon speciális dolgot, be kell csatlakoztatni egy kábelt, az mindenkinek megy, és utána hát a lehetőség szerint stabilan el kell helyezni valamiféle külső dologra, hiszen ez csak kívül működik. De a másik dolog, az pedig egy számítógépes szoftverrel, ez is a Cambiumnak a Link Planner-nek a része, meg is tudom tervezni, hogy hogyan fog nekem majd működni a 60 GHz-es hálózatom egy adott területen. Valószínűleg 100% pontossággal nem fogom tudni minden részét látni, tehát az, hogy kimenjen az ember és megnézze, uh-huh, és átlátást is tudjon vizsgálni, arra szükség lesz, de nagyon jó közelítés lesz a benne lévő szatellit fényképek, meg a domborzati információk alapján, hogy mi az abszolút nem lehetséges kapcsolat, és mi a lehetséges kapcsolat. És mi az, amit meg kell vizsgálni, igen. Jó. Szerintem kiveséztük. A jövőben még foglalkozhatunk egyébként a Cambium többi szoftvereivel, ezt majd meglátjuk, kitaláljuk, és akkor visszatérünk hozzátok. Köszönjük a velünk eltöltött időtöket, ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjátok meg a csengő gombot is. Sziasztok! Sziasztok!